Szia mindenki, ma csinálok egy játékhall videó. Nagyon sok mindenki kérdezte, amúgy nem gondoltam, hogy kíváncsi lennétek ilyenekre, de sokan kérdezték, hogy nem csinálok egy hall videót Ellie-nek a játékról, hogy a csomagom így jött. Hát a játékshop.hu-ról, vagyis játékshop.net-ről rendeltem, nem elfelejtettem, de belinkelem adó nektek, ha gondoljátok, hogy van valaki, vagy ti is akartok ilyeneket, vagy a gyereknek, akkor ott találtam, hogy a legolcsóbb, de az jó minőségű dolgok is vannak, meg igazi dolgok is, meg nem is olyan sokba kerülnek. Igen, és akkor hogy gondoltátok, vagy mondtátok nekem, hogy ezt szeretnétek látni, ilyen halvédját, szóval most csinálok nektek, és kb. Hát szerintem tudom, hogy mi mennyibe került, szóval azt, meg azt is mondom nektek akkor, hogy tudjátok, mert ez is sok mindenki kérdezte. Na, az első dolog az egy ilyen játék, mi nem bontottuk ki, mert még elég nem találkozott velem, mert nem adtam mindent egyszerre oda neki. És ez ismerkedj a számokkal, párosító játék, gyermeket, vagy gyerekeknek. És ez egy ilyen, mert gyakoroljuk, hogy óviban meg minden jó legyen. Hát, és ez 3 plusz, hogy 3 évestől lehet csinálni. Ellen nagyjából tudja a számokat, csak úgy, hogy ha mutatom ezt, akkor mondjuk, hogy 5, de azért így, hogy össze kell számolni, hogy mennyi van rajta, azt még gyakorolni kell vele. Oké, a következő két dolog, azok az ilyenek, nem mondom, hogy micsoda hangosan, mert Ellie még nem aludt el totál teljesen, csak egy kicsit, és félek, hogy ha megmondom, akkor ki fogja ide szaladni, mert ezeket imádja. Ha nem tudjátok, hogy mi ez, akkor nagyon sajnálom, de lehet látni, hogy mi. És akkor én is meg egy Mickey vagy egy Donald kacsás. Igen. Oké. És azt nagyon szeretik, hogy még nyár van, meg minden jó idő van, kint így tudunk vele játszani. A másik, ez, ja, hogy ez kb. Majdnem 700 forint volt, ezek darabja 200 vagy 100 valamennyi. Aztán volt egy ilyen, azt hiszem 6 vagy 700 forint volt ez is, ezek a kréták. Eli úgy elhasználja a krétákat, hogy ajaj, mert szinte egész nap vele rajzol, meg minden, van egy kis táblára, szóval ha nem kint rajzolunk, akkor bent rajzol. Szóval annak nagyon örültem, még nem bontottuk ki, mert még volt egy pár, vagyis ha kibontottuk megnézni, de van még egy krétája szerintem, ami most elkopacol, majd ma ezzel tud játszani. Oké, ez nagyon igénybe vette egy ilyen papás színező. Hát, oké, nem mindegyik ki van színezve szerencsére, de azért nem csak az az egy, meg ez. Egy kicsit kiszínezett. Hát, tudjátok, hogy Ellie nagyon szereti a Peppát, és gondoltam, hogy jó lesz egy ilyen kis festő rajzolós könyv. Azt hittem, hogy nagyobb lesz igazából, de nem annyira rossz, a kicsi még Ellie amúgy is. És ez 200 forint volt. Ez is 200 forint volt, ez a minigeres fajta. Ezt se adtam még oda neki, mert nem, még nem olyan, szerintem nem tud még vele úgy foglalkozni, csak kiszínezni. Ilyen. Aztán vannak kis matricák, azért vettem amúgy, hogy a matricák miatt. Aztán van egy kis, ki lehet várni ezeket, és akkor rá lehet tenni minire, ha akarjátok, vagy ha akarja. De még egy kicsi kicsi ehhez szerintem. Azt hittem, hogy csak egy színező, meg a matrica, de nem, hanem ilyen ki kell várni belőle rá tenni ilyesmi, szóval ezt még nem igazán tudja használni, csak kiszínezni. Oké, volt egy labdája, az a Peppa labda, ha láttátok a képet, mindjárt megmutatom itt nektek. És az a labda, nem tudom, hogy hova tette meg ki, nem vittük még az udvarra, hanem csak itt bent volt a házba, és nem találtuk. Lehet valahova jó eldob, de nem tudom, de majd meg lesz valamikor. Ő biztos tudja, hogy hol van, mert ha megkérdezem tőle, biztos kihozza, csak én nem találom meg. Aztán az utolsó dolog, ezek a Play-Doh gyurma. Volt neki másfajta gyurma, csak egy idő után bebörösödik, és nem olyan jó. Aztán meg foki is a kezedre, meg minden. Ezek a eredeti Play-Doh fajta, és ez nem fogja meg a kezed, és az illata olyan, mint amikor mikor kicsi voltam, hogy ezzel játszottam egy csomót anyámmal a konyhában, mikor kicsi voltam esténként, meg napközben, meg hát szinte mindig. Én is nagyon szerettem ezeket a gyurmákat, és
Nagyon jó. Csak nehéz kiszedni nekem a körbe miatt. Igen, de Eli nagyon szereti őket. Hát, ha engedném neki, akkor egész nap reggeltől estig gyurmázna. Csak az a baj, hogy akkor az egész ház tiszta gyurma, és akkor sose lenne meg. Volt még egy pirosos rózsaszín, csak az átvitte nagyanyámékhoz, a dédiéhez, és nem hozta vissza, és azt se tudják ők se, hogy hol van, mert valahova átjött. Szóval most csak 1, 2, 3, 4, 5 darab van, nem a 6, és úgy volt, hogy egy csomagba a 4 darab, utána jött 2 hozzá pluszba, ingyen ajándék vagy valami, az 1800 valamennyi volt, és megnéztem ugyanezt a Müllerbe, itt Debrecenben, hol volt környéken, Debrecenben közel hozzánk, és ott 2000 valamennyi volt ugyanaz a csomag, szóval azért mondom, hogy egy kicsit olcsóbb ez a játéknetes dolog, vagy játékshop dolog, szóval ott szoktam rendelni dolgokat, mikor rendelek, néha, amikor jól látok a boltba, meg ilyesmi, akkor úgy, de viszont az a jó ebbe a helyiségbe, hogy másnap szállítják ki, úgyhogy hogy másnap megjön. Ha egy nap közben megérdez, akkor másnap itt szokott lenni, mi az, jó, a csontom. Szóval ennyi volt a játékok. Akartam rendelni többet neki, de már így is elég sok minden van neki, meg így is sokba került a végén. Igen, de majd ha gondoljátok, csinálhatok még több ilyen videókat, amit veszünk Elinek, meg úgy simán ilyen haul videókat. Nem szoktam egy csomó mindent egyszerre venni, szóval ha gondoljátok, hogy sokat akartok látni egyszerre, akkor összegyűjtök mindent, és akkor úgy, de ha nem baj, hogy csak kevés dolog van, akkor azt is meg tudom mutatni, attól függ, hogy hogy szeretnétek. Na, remélem tetszett nektek ez az egész videó. Na, sziasztok!